Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. 2023 a negatív rekordok éve volt a magyar gazdaságban és a demográfiában is. Megalázó állami bérek, elképesztő mértékű adósságtörlesztés, elhanyagolt oktatás és egészségügy, illetve negatív rekordokat döntögető demográfia, ez volt a 2023-as év a magyar embereknek. Hogyha megnézzük az állami dolgozók bruttó átlag bérét a három legkevésbé megkifizetett csoportban, akkor azt látjuk, hogy a vízügyi igazgatóságok munkatársai bruttó 372 ezer forintot keresnek, a szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgozók, több mint 20 ezer emberről beszélünk, 380 ezer forintos átlagbért vihetnek haza, bruttóban ismételten hangsúlyozom, illetve a rendvédelmi alkalmazottak 396 ezer forintos átlagbérrel büszkélkedhetnek. Fontos megjegyezni, hogy a kormány rendszeresen hangoztatja, hogy a gyermekvédelem mennyire fontos, ehhez képest ilyen állapotok uralkodnak a dolgozók körében is, nem beszélve azokról a statisztikákról, ami a gyermekvédelmi ellátásban érintettekről szól. Történelmi csúcsot ért el az idei évre az állami szervek adóssága. A kormány felelőtlenül elhanyagolja a legfontosabb közintézményeit. Már 2023 végén is, mint az ugye kiderül az előterjesztésből is, a 100 milliárd forintot ostromolta, de ez évre a 130 milliárd forintot is meghaladta a magyarországi közintézmények lejárt tartozása. Ha emellé oda tesszük azt, hogy a különböző minisztériumok, és most nem csak a propaganda minisztériumról beszélek, kommunikációs kiadásai, reklámköltései, nagyságrendileg ugyanannyit tesznek ki, mint amennyi a közintézményeknek a tartozása, az egy világos bizonyítványt állít ki magáról, a kormányzatról. Gyakran beszélnek arról, hogy mennyire fontos önök számára az oktatás, azonban a számok ennek az ellenkezőjét bizonyítják, azt bizonyítják, hogy önök elhanyagolják az oktatást. A Magyar Nemzeti Bank versenyképességi jelentése alapján Magyarország a 25. helyezést érte el a 27 uniós tagállam körében 2023-ban a tudásalapú társadalom területén. Saját magukhoz képest is rosszabbul teljesítettek 2023-ban, hiszen a GDP 3,7%-át fordítottuk mindössze oktatási kiadásokra, ami egyébként alacsonyabb a visegrádi országokénál is, és természetesen az Európai Unió átlagánál is, de annál is, amit az 1998 és 2002 közötti Orbán kormányok oktatásra fordítottak, tehát hogyha visszatérnének legalább ahhoz, amit egyszer már sikerült önöknek kigazdálkodni, illetve az oktatásra fordítani, akkor lényegesen jobb lenne a magyar fiataloknak a helyzete, illetve kilátásai. Mert hogy nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egyedülálló módon romlik az Európai Unióban a lemorzsolódási statisztika. Ez példátlan, sehol máshol nem történt meg az, ami Magyarországon is, 2023-ban is sajnos megtörtént, és ez a tendencia illeszkedik abba a társadalompolitikába, amit önök és az önöket megelőző kormányok is együtt hoztak létre Magyarországon. Nevezetesen a veszélyeztetett kiskorúaknak a száma 2000 óta 50 ezerről 400 ezerre nőtt, a fiatalkorú elítéltek száma pedig kétszeresére emelkedett ugyanezen időszak alatt. Azt is látni kell, még egy adatot szeretnék az oktatás területén kiemelni, ez pedig a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, hiszen hazánkban ez az egyik legalacsonyabb az uniós országok körében, pedig a munkaerőpiacon nagyon jelentős, a középfokú végzettségű munkavállalók átlagkeresetéhez mérten közel 80%-kal nagyobb jövedelmet jelent egy felsőfokú végzettség Magyarországon. Önök mégsem tettek ez irányba hatékony lépéseket. De a legeklatánsabb példa arra, hogy egyenesen a nemzet halál felé robogunk az önök kormányzásának következtében, az a családtámogatás, illetve a demográfia. Az erre fordított kiadások feketén-fehéren is világosan látszik, hogy csökkentek. A gyermekek után járó támogatások reálértéke 5,2%-kal lett kevesebb, mint az ezt megelőző évben.
De csökkentek az egészségügyi, az oktatási, a kulturális, illetve a hitéleti kiadások is. Az, hogy önök bejelentették a családi adókedvezménynek a megduplázását, hozzáteszem, hogy ezt 2026-tól fogják csak bevezetni, ugye 25-ben még csak júliustól fognak egy 50%-os emelést realizálni. Ez nem fogja azt eredményezni, még csak azt a szintet sem fogja eredményezni, amit a bevezetésekor vásárló értékében az családi adókedvezmény jelentett. És mindez megmutatkozik egyébként a demográfiai mutatókon is, mert soha olyan kevés gyermek nem született Magyarországon egy év alatt, mint 2023-ban. Szégyen, és mutatja, hogy a kormány valójában csak szavakban családbarát, önöknek csak szavakban fontos a magyar családoknak a támogatása. Hogyha a 2011-es bevezetéskori reálértéket nézünk, akkor most 234 ezer forintnak kellene lennie a négy gyermekes családoknak a 130 ezer forintot sem elérő adókedvezménye, tehát ez, amit most bejelentettek, ez még arra sem elég, ami 2011-ben egyszer már megvalósult Magyarországon. A humán ágazatoknak az elhanyagolása, nevezetesen az egészségügy, az oktatás, a szociális rendszer és a családtámogatásoknak a visszanyesése azért is különösen felháborító, mert a magyar társadalom rendkívül rossz egészségügyi és mentális állapotban van. Önöknek tisztában kell lennie azzal, hogy milyen a magyar emberek állapota, ennek ellenére, sőt ennek tudatában döntöttek úgy szándékosan, hogy ezeket a kiadásokat visszavágják és megnyesik. Hogyha az eladósodottságból emelünk ki egyetlen adatot, akkor azt látjuk, hogy nagyságrendileg a magyar intézményeknek az eladósodottságának 70%-a az egészségügyi intézményeknél jelentkezik, miközben az MNB jelentéséből az is világosan látszik, hogy a kielégítetlen egészségügyi szükségletek aránya hazánkban nemzetközi összehasonlításban is magas. Magyarországon 5,3%-ot tett ki azoknak az aránya, akik 2022-ben nem jutottak hozzá valamilyen egészségügyi ellátáshoz. Összességében tehát azt lehet mondani, hogy önök 2023-ban látványosan és tudatosan elhanyagolták, háttérbe szorították a humán területeket, az emberek életminősége ennek következtében is romlott, nemhogy előrelépés nem történt, de robogunk tovább a nemzethalál felé. Köszönöm a figyelmet!